üdvözletem újból avagy jó napszakot. Rövidnek indult. De hosszú lett. Közben egy birodalom is sírba ment. Elmeséltem, hogy szülték meg Rómát. Most megregélem a bukását. Ezt a történetet rövidnek szántam, de akkor nem is mondtam volna semmit róla, csak annyit, hogy volt ilyen. Pedig az ókori világ legnagyobb hadműveleteinek egyike. Ez volt a Bonfoki csata, amit Róma kifosztása katalizált. Miután Geiserik és bandája kipucolta Rómát, magával vitte a császári család nőtagjait, Eudoxiát, Eudokiát és Placidiát, a kincstárat elragadták, Rómát pedig kirabolták. Új császár is kellett. Ekkor jön a képbe egy fiatalember, Majorianus, 457-ben ő lépett a trónra. Róla annyit, hogy Flavius Alcius mellett szolgált évekig, jó viszonyban is voltak mellette, mondani se kell, jó tapasztalatokat szerzett mind diplomáciában, mind pedig a hadászatban. Egy jó mentor és egy áruló tanuló ez a képlet, mint a sziteknél. Részt vesz Alcius megbuktatásában. Igazából nem tekinthető rossz uralkodónak. Próbálja feltölteni a kincstárat, beszünteti a törvénytelen adókat, próbálja szavatolni a lakosság biztonságát. De még lényegében rá se ült a trónra, és már bekopog egy germán törzs az Allemann. Nagy problémát nem okoznak, gyorsan úrrá lesz rajtuk. 457-ben Bellozona mellett, ez valahol a mai Svájcban van. Fejébe veszi, hogy visszaszerzi Afrikát a vandáloktól. A cél érdekében nagyszabású flotta építésbe kezd. Azért tudni kell Észak-Afrikáról, hogy ez volt a római birodalom éléstára, rengeteg gabona és sok-sok adó. Nem sajnálja a pénzt. Amíg épül a hajóhad, addig nekiáll és rendet tesz a függetlenségre vágyó Galliában. 460 kirúccan egyet ibériai félszigetre, kicsit fofoszkodni. De Geiserik beelőzi és vereséget mér rá, 300 hajót veszít, majd kényetlen lesz békét kötni vele. Amikor hazaér, akkor egyik embere és barátja Flavius Licimer, aki egy szvéd hadúr volt, lemondásra kényszeríti, pár napra rá ki is végezteti. A pórul járt Majorianust, Livius Perseus követi. 461-ben katonaember után jött egy szenátor, talán ő, ja mégsem, mert szegényke nem volt más, mint egy báb Licimer kezébe. Amit elődje nagy nehezen összerakott, azt bizony most megint összedőlni látszik. A birodalom és Licimer szerencséjére viszonylag gyorsan meghal, 465-ben természetes halála volt. 467 érdekes év volt már csak azért is, mert Geiserik rajtaütéseket hajt végre a peloponészoszi félszigeten, a kelet-rómaiak legnagyobb bánatára az eddig passzív keletiek hirtelen aktívak lettek. Athémiust jutatják a trónra, pontosabban Athémius Prokopiust. Ő róla az járja, hogy mindent megtett, amit csak tudott, hogy helyrehozza a nyugati birodalmat. Lényegében őt tartják az utolsó nyugat-római uralkodónak. Amíg ő szerette a filozófiát, addig a nyugat-római udvar annyira őt nem. Ennek a dolognak az enyhítésére és hatalmának bebiztosításra feleségül veszi Licimer lányát, Alipiát, a két birodalom elindítja az ókor egyik, ha nem legnagyobb hadműveltét. A Bonfoki csata Krisztus után 468-ban zajlott. A nyugat és kelet római császárok egyesítették erejüket egy grandiózus flottában, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljanak Geiserikkel. A leírások több mint több ezer hajóról és több mint 50 000 emberről beszélnek. Egy kétértű hadműveletet terveztek. Ez lett volna az ókor D-napja. Három nagy flotta indul neki a küldetésnek. Az egyiket Marcellinus vezeti, ő a nyugati flottával Illyricumból indul, a másikat Basiliscus, a harmadikat pedig edessai Heraklius, ő Konstantinápolyból indulnak. A terv az volt, Marcellinus Korzikára hajózik és elfoglalja az ottani városokat és lefoglalja a flottát. Addig Heraklius Líbia partjainál landol és elindul Kartágó felé. Amíg a fősereget Basiliscus egyenesen Kartágónak vezeti. Jól hangzik, nem tiszta sor, a vandálok köpni nyelni nem tudnának és győznek a rómaiak. Persze. Az élet ilyen egyszerű. Marcellinus el is indul és győzelmet is arat. A partra szállás is sikeres. De Basiliscus, ő a Bonfoknál járt, amikor Geiserik találkozott, addig a vandálok. 5 napot kért, hogy a rómaiak követelését kifizesse. Ezt Basiliscus meg is adja és kiköt a Bonfoknál. A Bonfokról annyit, hogy Kartágotól körülbelül 60 kilométerre van egy félsziget, ez volt a régi Kartágó déli határa, erre római hajó nem mehetett, amíg még volt Kartágó. Szóval ez a félsziget 80 kilométer hosszú és körülbelül 50 kilométer széles.
De vissza történethez, Geyserik a vén vandár ravaszabb volt hét rókánál. Esze ágába se volt végrehajtani a rómaiak követelését fizetni, meg annyira se akar. Helyette inkább összeszedte a vandál flottát, a mi kis baziliszkuszunk hát nem volt okos ember, nem elég, hogy időt is adott az ellenségnek, de még a Bonfok Kartágóhoz közeli részén kötött ki. A vandálok úgy, ahogy volt, ráláttak a flottára. Lényegében nyílt célpont volt. A vandálok sok hajójukat feltöltötték gyúlékony anyagokkal, mondhatni gyújtóhajókat csináltak. Egyik teliholdas este a békésen pihenő római flotta furcsa fényekre lett figyelmes. Hajók, de milyenek? Vandál hajó? Amik ha a flottához értek, mindent felgyújtottak. Brutális károkat okozva a római flottában. A pihenő hajó hat hirtelen szétszóródik. Vagyis próbál. A káoszt kihasználva a vandálok, amit érnek, azt elsüllyesztik, felgyújtják. A támadás felénél Baziliszkusz elmenekül és a megmaradt hajókat is magával viszi. A szárazföldi sereg is visszavonul. A másik flotta visszahajózik Szicíliába, ahol Marcellinus merénylet áldozata lesz. Úgy tartják, Ricimer ölette meg. Baziliszkusz egyenesen a Hágia Szófiába menekül a császár és a nép haragja elől. Később megkapja a kegyelmet. Majd császár lesz egy kis időre. A bonfoki csata margójára még ide fér, hogy nem ez volt itt az utolsó csata, hanem volt még egy a második világháborúban. 1943-ban itt 250 ezer német és olasz katona adja meg magát. De ez számunkra lényegtelen. Persze a baj sose jár egyedül. Közben Galliába a vizigót királyt megöli öccse Eurik. Azt tervezi, hogy egész Galliát meghódítja. Erre Ricimer megújítja szövetségét a szvévekkel és ugát Gundoikhoz adja. Athénius ezt a Friget még különböző császári adományokkal megtámogatja egy szövetség reményében. De a sors kegyetlen Arvendus galliai prefektust áruláson kapják, és persze ki is végzik. Ennek még a tetejébe jön az is, hogy Eurik a Rón folyónál porrá zúzza a szövetség seregét. Ez végleg betesz Ricimer és a császár kapcsolatának. Persze a császár amúgy se örvendett nagy népszerűségnek görög származása, és onnét hozott szokásai, és persze a filozófia iránti érdeklődése miatt a nép attól félt, hogy visszahozza a régi isteneket és leszámol a kereszténységgel. Közben Ricimer masszív aknamunkát véget, ahol Éri szégyeníti a császárt. Persze ez igaz fordítva is, a császár se hagyja magát. Ez a szembenállás teljesen megosztja a nyugatot. Egyik oldalon ott van Róma az uralkodóval, a másikon pedig Mediolánumban székelő Ricimer a másikon. Ez a marakodás addig ment, ameddig Ricimer 472-ben Róma alá vonul. Van új jelöltje. Olibius Valentinianus lányának, Placidiának a volt férje. De a város ellenállt. Bilimer a vizgótjaival, a teljes szenátus és a nép a császár mellé állt. Ricimernek nem járt nyitott kapu. 3 hónapos ostrom kezdődött. Amit a kevés élelem és a járvány is csak nehezített. De volt ellenállás, és méghozzá nem is kicsi. A Hadrianus mauzoleum, ami a mai angyalvárna, az azzal szemben lévő hídért kegyetlen vérengzés volt. Ricimer nagyon jól építette fel a védelmet. De elárulták őket. A támadók betörtek. A császár megadta magát. De ameddig folyt a fosztogatás, addig áruhában megpróbált elszökni. De lebukott. Kivégezték. Ekkor Olibrius került a trónra egy rövid időre. A kelet-római császár küldte el, mert Ricimer őt akarta, de nem bízott a kis koszkavarongba, és remélte, hogy Anthemius megöleti, de ez fordítva történt. Eközben Ricimer meghalt. És követte nem sokára a kiválasztotja is. Ekkor Gundobad és Ricimer öccse egy testőrparancsnokot, Flavius Glicériust ültetik a császárok székébe. De a nyugati gót király ekkor elfoglalja Massziliát, amit ma Marseille-nek hívsz, és Arelátumot, amit ma Arlénak neveznek. Persze ez a római történelem itt semmi se egyszerű, mert megmozdultak a keleti gótok is, ők Mőziáig vonultak előre. Ekkor beterik a pohár a bizánci szászárnál, első Leonál. Utasítja Neposzt, hogy döntse meg. Neposz, mikor Oszáiánál partra szállt, magát kiáltotta ki császárnak. Majd megindult Ravenna ellen. Ja, igen, el is felejtettem mondani, hogy a főváros már rég Ravenna, nem Róma. Amikor ezt Glicérius megtudta, akkor megadta magát. Neposz megkímélte az életét. Száműzték Dalmáciába. Szalona püspöke lett. A szenátus és a kelet-római uralkodó jóváhagyásával 474-ben Julius Neposz veszi át a koronát.
ekkor egy rövid ideig újra visszacsatolják Dalmáciát. De Eurik ismét formában volt önálló királyságot hozott létre és megtámadta Arvernát, a város hiába küzdött hősiesen, nem volt nyugati sereg, ami segíteni tudott volna. Így 475-ben nem maradt más, mint a megalázó béke. Nem csak önálló gót királyság alakult ki Galliában, hanem még megnyerték maguknak Hispániát is. Ekkor nagyot hibázott egy Orestész nevű fickót nevezett ki főparancsnoknak. Akinek sajátos álmai voltak, fiát Romulus szerette volna a trónon látni. Így összegyűjtötte seregét és Ravenna felé vette az irányt. Nepos is, mint az elődjei, felveszi a nyúlcipőt, meg se áll Dalmáciáig. Ekkor Romulus Augustus teljes nevén Flavius Romulus Augustus kerül a trónra, az utolsó római császár őt Odoaker buktatja meg. 476. szeptember 4-én ez a nap, amikor véget ért az ókor. A legenda úgy tartja, hogy amikor már Odoakerék a palotában voltak, akkor még a kis Romulus a játék katonáival játszik, a barbár odalép hozzá és csak leemeli a koronát a kis fejéről, majd felül a trónra és királlyá kiáltja ki magát. Érdekes dolog az élet, a történelem egyik legnagyobb birodalma egy Romulussal kezdődik Rómában és másik Romulussal ér véget Ravennában. Ennyi volt mára. Ha érdekel, olvas utána. Ha kell, éltes. Vagy sújts halálra. Kattinthatsz a harangocskára. Ez úton is kívánok további jó napszakot. És mindent lebíró akaratot. Sziasztok!